2016-ban is kezdetét vette a Fonyoldi nyár, amelynek keretében az első program június 25-én délután a Fonyoldligeti nap, amely két év után újra a Fonyoldligeti halastavaknál impozáns környezetben kerül megrendezésre, ahol mindenki megtalálhatja a számára kedves programot. Innentől kezdve pedig minden hétvégén számos program és fesztivál várja majd a Fonyoldra látogatókat és természetesen a fonyoldiakat is. A program első felében a gyerekeknek kedveskedtek a szervezők ingyenes légvárral, játszóházzal és ügyességi feladatokkal. Senki se látta, csak magam csodáltam, ott a víz partján és sokáig álltam. És meg voltak az élmények? Hát te egészen A Fonyoldligeti nap első ellépője Rosta Géza gyermekműsora lesz. Mivel készült pontosan mára? Hát mi vagy fúj a szél, azért igyekszem majd Vörös Sándor, Nagy Lászlót, meg Ágai Ágnes verseket énekelni a közönségnek, egybegyűlteknek. Ja, az, hogy gyermekműsor, ez milyen korosztályt jelent? Be lehet-e egyáltalán ezt határolni? Hát nekem szerencsém van, már kortalan tulajdonképpen az én anyagom. Olyan szerencsém volt, hogy annak idején az Ágai Ágnesnek egy nagyon híres verses kötetét megzenésítettem. Annak olyan a hangulata, mint a kis herceg, és gyakorlatilag a kicsi óvodástól a nyugdíjasig mindenki élvezheti, mert ilyen kis poén versikék vannak abban a kötetben. Meg hát válogatok olyan verseket is, amik mindig hangulattól, évszakhoz, időjáráshoz kötődnek. Most még ugye nem láttuk a fellépést, hogyan kell elképzelni ezeknek a verseknek az előadását? Hát mi vagy gitáros énekes vagyok, én szereztem a versekhez a zenét is, és igyekszem úgy előadni ezeket a versikéket, fülbe mászó legyen, meg föntartsam az érdeklődést, tehát hogy vidám legyen. Az arcom elé tartom, látom nagyobb, mint az arcom. Ha a fejem fölé teszem, látom nagyobb, mint a fejem. Találtam egy falevelet, gesztenye falevelét, mintha megtaláltam volna egy óriás tenyerét. Találtam egy falevelet, gesztenye falevelét, mintha megtaláltam volna egy óriás tenyerét. Az elmúlt években több fonyoldi rendezvényen találkozhattak már, és most a Fonyoldligeti napon délután is fellépett a Megarox társulat, musical előadásokkal, sláger turmixszal. Mondhatnak bármit, én mégis hiszem, a lelkünk egy rejtélyes hely. Tisztán tudjuk, hol van, és mit rejt ott benn, és hogy jut el hozzám a jel. Legyen kérdés vagy válasz, legyen igen vagy nem, de egyszer csak visszhangra lel. Csak sejtem, hogy miért van, ha néha egy dal a lelkemben életre kell. Üzenem a távolból, valaki rá gondol. Üzenem a távolból, téged szeretni jó, szeretni, szeretni jó. 2016-ban a Fonyoldi nyáron tulajdonképpen az egyik első fellépője a Megarox társulat volt. Ez milyen érzés számotokra? Mindenképpen felemelő. Igazándiból mi nagyon szeretjük Fonyoldot, valahogy összefonottunk, sőt olyan szinten is, hogy a magyar csapatnak is szurkolni fogunk holnap este Fonyoldon. Milyen érzéssel tértetek vissza? Ugye már több rendezvényen voltatok itt az elmúlt években, és hát most ezen a nyáron ez volt az első, ugye a Fonyoldligeti nap. Hát igazándiból nagyon szeretünk, tehát hogy az előbb is említettem, ide hozzátok jönni, illetőleg Fonyoldon tölteni az időnket, de mivel folyamatos fellépések visznek az országban, azon túl is, ennél résznél kell, hogy elmondjam egyébként, hogy gyakorlatilag az 500. fellépésünk fog következni július közepén, ezt Hegyes Halomba fogjuk megtenni, egy nagyon nagy globális nagy színpadon és nagy műsorral, több mint 2 órás műsorral. 6 éve foglalkozunk ezzel így társulatként, és ez az 500-as szám, ez nem is tűnik olyan rossznak. Milyen műsort hoztatok ma el ide? Vegyes műsorral érkeztünk.
Hát itt azt a végén voltak szenesek, szenesi vándalok, amint azt a közönség nagyon örült neki, azért még ő egy igazi nagy klasszikus, amint az emberek nagyon szeretik. Az elején MHV-ka szólaltattunk meg néhány sanzont, illetőleg rock, rock and roll, rock zenék voltak, és úgy jött. De Szenesi Ivánra hegyeztük ki itt a végét. Hogy éreztétek magatokat a társulat, illetve hát, hogy tetszett ez a közeg, ahol most volt a rendezvény? Hát bevallom őszintén, én maradnék is egy kicsit. Tehát ez annyira jó nyugtató környezet itt kint, nekem nagyon tetszik. Tehát én azt gondolom, bárki, aki eljön egy ilyen helyre, a szemnek nyugtató, a léleknek ugyanúgy, és gyakorlatilag csodálatosan érzed magad is. Ha ez társul a zenével, akkor isteni helyen vagy. Honnan érkeztek a mai Fonyódligeti napra? Mi fonyódiak vagyunk, helyiek. Hogy érzik magukat itt jelen pillanatban? Nagyon jól. Hogy tetszik a környezet? Környezet gyönyörű, minden alkalommal eljövünk ide, amikor itt program van. Úgyhogy nagyon tetszik nekünk. Az előzetes programból van-e, ami külön idehozta önöket? Ez a műsor elsősorban, és utána következő. Honnan érkeztek? A két helyről. A Fonyódligeti nap miatt jöttek, vagy egyébként is itt nyaralnak? Nem, itt lakunk. Itt van. A programból... Ide jöttünk a Fonyódligeti napokra, két helyen lakunk, és a Mega Rocks társulatot mindenhova elkísérjük, akár mereten lépnek. Szeressük őket. Meg szórakozni szeretünk. Hogy tetszik a környezet? Hát nagyon szép, nagyon szép. Csak egy kicsit távol van a... Egy kicsit lehetne, ki legalább egy ott aki javasoljuk, hogy azért látogassák meg a Balaton környékét, mert nagyon sok szép felfedezetten tájat látnak. Honnan érkeztek? Balaton Fenyvesről. Kimondottan a Fonyódligeti nap miatt jöttek, vagy egyébként is járnak ide? Járunk ide, többször is voltam már. Hogy tetszik maga a program? Nekem nagyon jó bejön. Jókat lehet inni, enni. Jó zene van, jó. Hogy tetszik a környezet? Ugye mondta, hogy már többször járt itt. Ide jönni horgászni is. Nagyon szépen meg van csinálva. 2015 nyarán nagyon emlékezetes volt a találkozásunk, aminek a következménye is lehet, hogy itt vagy most a Fonyódligeti napon. Hogy emlékszel erre vissza? Igen, emlékszem. Akkor éppen a zongoristámat látogattuk meg, mert ők ott nyaraltak. És nem is tudom, ki volt a színpadon. Weiss Viktor? Igen, tényleg. És épp az én dalomat énekelte, amikor én megjelentem egy fecskébe, hiszen én nyaralni jöttem, és aztán egy ilyen hatalmas buli lett. Hát nem tudom, hogy köze van-e a mostani Fonyódi bulinak ehhez, de az biztos, hogy itt vagyok, és hogy most is hoztam egy fürdőgatyát azért magammal. Volt egyébként ennek a dolognak folytatás a sztorizgatás terén, vagy Weiss Viktorral beszéltél-e róla, vagy bármilyen módon ez még utána előkerült-e? Hát vele azóta egyébként én nem találkoztam, viszont hát a sztori az nyilván az elindult a saját útján, hiszen felkerült a YouTube-ra általatok is, ugye az interjú. Hát ez egy elég mókás sztori az életemben, amikor alsógatjában vagy miben fecskében koncertezek. Lehet, hogy hagyományt kéne teremteni, csak hát nem Magyarországon, mert itt a befogadó képesség az nem annyira erre szakosodott. Mi történt veled mostanság azóta, illetve ezen a nyáron eddig? Fú, nekem most nagyon termékeny nyaram van, meg hát az egész évem arról szól, hogy kicsit átszabom a saját imidzsemet és a saját világomat. Hát már ideje volt egyébként. A másik fontos, hogy most lemezt készítek, amit már 9 éve nem csináltam, tehát a Zöld az Ég lemeznél megálltam, és csak hátradőltem, és énekeltem, és élveztem azt, hogy sikeres lett ugye az album. Most viszont azt érzem, hogy kell tovább haladnom, meg fejlődnöm, meg megint van mondani valóm az embereknek. Hát ennyi évnek el kell tennie,
de összegyűlt most az elmúlt 4 évem anyaga. Imádni fogom, mert már most ugye elkezdem írom a szövegeket, szerintem az embereknek is tetszeni fog. De az se baj, ha nem, mert igazából egy hatalmas önkifejezés lesz a Cynthiának az Indiában készült sorozatairól. Éppen gyakorlatilag a párkapcsolatomat foglalom össze, és ezáltal megmutatom az embereknek, hogy éltünk mi, vagy hogy nekik milyen kapcsolódásaik lehetnek majd később. Éppen minden egyes érzelemre készítettem egy dalt, vannak benne elég ilyen súlyos szövegek is, meg néha pajzám, vagy hát nem tudom, érdekes ez. Mivel készültél, már hallhatunk-e új dalt például? Most a régi lemezt hoztam el még mindig, mert ugye a másik még nincsen kész szinte semmennyire, csak a dallamok és az akkordok és a szöveg, viszont még hangszerelés az várja. A szeretett dalok lesznek. Majd bemászok oda a közönségbe, ahogy szoktam, és akkor majd ott együtt élvezkedünk egy nyári napmelegben. Sikere van, csak ömlik a pénz. Már nekem is juthatna egy főszerep, vagy valami film, itt a félvilág néz. Csak dönteni kell, hiszen ott van a hely, a csúcson fent várnak majd. Majd lesz egy új show, és majd nyílik az ajtó, ünnepel, örül kilát. Jó van ez, hiszen már millióknak tiszta szívből énekelek. Milyen jó megy ez, kigyúlt színek, kinyílt szívek. Jó szerep, a kamerák rám figyelnek, biztosan még énekelek. Olyan jó csak álmodom, hogy ez én lehetek. Annyit hadd kérdezzek aktualitás szempontjából, hogy őrület van az országban, és ez a labdarúgó EB, illetve a magyar csapat szereplése miatt van. Téged ez mennyire érintett meg, vagy inspirál-e esetleg akár egy dal erejéig majd ez? Hát most szerintem nyilván mindenkit inspirál ez a történet, hiszen nem is tudom hány, 40-50 éve, nem? 44 éve? Azóta nem volt ilyen jellegű sikere az országnak, és nekem ez nagyon tetszik, hogy végre most mindenki büszke arra, hogy magyar, mert eddig fordítva volt, csak egy kis réteg. És szerintem ez jót tesz mindannyiunknak. Én nem vagyok focista, ez szerintem látszik is rajta, nem az a karakter vagyok. Én emlékszem, amikor még ilyen tesi órák voltak, akkor én inkább elkéreckedtem foci helyett, hogy lépcsőzhessek. Tehát nekem ez annyira nem... Viszont mondom, a siker az nekem nagyon tetszik, hogy ez végre megtörténik velünk is. A dal nem hiszem, hogy írni fogok róla, hiszen most mindenki EB-s dalokat fog írni, és már szerintem el is kezdték. Szerintem ciki lenne nekem is beszállni, főleg így, hogy nekem nincs focista múltam. Végezetül a Fonyód TV nézőinek, helyi rajongóinak mit üzensz innen Fonyód Ligetről? Mit üzenek? Az, hogy menjenek fürödni, mert ilyen dögmelegben semmi más nem lehet csinálni. Rakják be a zöld azért, kék a füvet, és lubickoljanak. Varga Viktor kitűnő hangulatot teremtett estére Fonyód Ligeten a Halastavaknál, őt pedig Pór Péter fellépése követte, aki kitűnő slágerekkel örvendezteti meg a nézőket, és ezzel zárul a Fonyód Ligeti nap 2016-ban. A nagy világon nincs, az élet úgyis odaszáll, a sír magába zár. Szeressük egymást, gyerekek, hisz minden percért kár. Az élet egy színes álmodás, mely egyszer véget ér. A sír lesz a végső állomás, a szív pihenni tér. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, hiába a lépany és a van család, ekkora vonzerő, de ebben a hőségben is itt vagytok. És hogy nagyon nagy szeretettel köszöntek benneteket, és olyan jól látni együtt a családot. És az utca tiszteletére ma olyan koncertet kaptok, hogy el fogtok állni. Első önálló kiállítását rendezték Ober Frank Lucának a Fonyódi Feng Shui Galériában. A grafikus harmadéves hallgató a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. Korábban több csoportos kiállítása volt már Egerben és Miskolcon, Fonyódra Balatonhoz köthető alkotásokat hozott.
minden nyáron itt szoktam nyaralni Fonyódon, mert a nagyszüleim is itt éltek, és hát nagyon kötődöm ehhez a helyhez, és szeretek itt festegetni csak úgy, és alkotni, és most elsősorban ezeket a munkáimat szerettem volna bemutatni, amiket itt készítettem. Hát hoztam elsősorban grafikákat, de vannak akvarellek, hát litográfiák, meg kísérletezem a fotóeljárásokkal, szóval ilyen fotómunkák is vannak, de hát érdemes eljönni, mert érdekes sokszínű. Évek óta úton vagyok, pihennék már, cipőm sárga rég elkopott, új kellene már. Meg nem állok én addig sosem, míg egy virág, kicsi virág nincs kezemben. Fáradt vagyok, pihenni mégsem tudok, ha elindulok, megállni nem tudok. Ober Frank Luca többféle technikával dolgozik, több műfajban is alkot. Felmerült tehát a kérdés, ezek közül van-e olyan, amely a legközelebb áll hozzá, vagy amelyikkel a leginkább képes kifejezni önmagát? Igazából szeretek kísérletezni, többféle műfajban is alkotok, de elsősorban az akvarellek azok, amik így ilyen konstans módon meghatározzák így a munkáimat. Elsősorban tájképeket rajzolok, festek, és ilyen hangulatokat szeretnék megfogni, érzéseket, de ez ugye folyamatosan változik, és én is még változásban vagyok. Most Spanyolországba fogok utazni következő fél évben, és az is biztos nagy hatással lesz rám, úgyhogy most még így nem tudom meghatározni magam ilyen kötött módon. Csak nagyszülei révén van kötődése Fonyódhoz, hiszen a lévai család rokonságához tartozik. A kiállító művésznő bemutatását ifjabb Lévai Péter vállalta. Ahhoz, hogy megértsék, hogy miért különleges ez a mai nap számunkra, egy másik szónak a jelentését hívom segítségül, az a szó. Pedig két hete jutott először eszembe, mikor is Luca megkeresett engem telefonon és felkért. Én ezt örömmel egyből elfogadtam gondolkodás nélkül. De az első szó, ami felmerült, és azóta se hagyott nyugodni, az nem más volt, mint a kapocs. Most elsősorban olyan képeket állítottam ki, amin konkrétan ezen a helyszínen készültek, szóval a vadacsony felfedezhető, meg bizonyos helyszínek, amiket bárki ismerhet, aki fonyódi, úgyhogy szerintem ez így érdekes lehet. Az alkotó kiemelt egy munkát, amely számára különösen kedves. Szívesen ajánlja a látogatók figyelmébe, különösen azért, mert nagyban meghatározta az elmúlt időszakot, és egyben tükrözte is azt. Itt van egy munkám, ami egy hatalmas, vagy hát egy 1 méter x 1,5 méteres függönyanyagra készült. Ez egy szitanyomat, és Avilai Szent Teréznek a Belső Várkastély című írását írtam le. Most ez a munka nagyon meghatározta ezt az évemet. Egy ilyen belső útkeresést jelent számomra ez a munka. július 16-án vasárnap este nem akármilyen okból vagyunk itt Fonyódon a Vigadó téren, illetve a kikötőben, hiszen óriás kivetítős meccsnézésre kerül sor majd, mégpedig a 8-at döntőből a Magyarország-Belgium mérkőzés, hiszen a labdarúgó válogatott kiváló szereplése lázba hozta az országot, és így Fonyód sem maradhatott ki a sorból, így közösen fogunk szurkolni és nézni a mérkőzést. A 2016-os Európa-bajnokságot gondolom eddig is nyomon követted, mi a véleményed a magyar csapat eddigi szerepléséről? Hát nekem teljes meglepetést okoztak el, nem számítottam, hogy ilyen jó teljesítmény, de hát a csoportban azért gondoltam, hogy nem utolsók lesznek, de hogy idáig eljutnak, és egy ilyen csapattal folyamatosan játszunk, de belgák, én most is benne vagyok, egy meglepetés lehet, hogy benne van.
három mérkőzésből, amit eddig lejátszottunk, melyiket emelnéd ki, ha kiemelnéd egyáltalán, és miért? Hát a portugál meccset mindenképp, egy egész jó csapattal játszottunk, és nagyon jó helyt álltunk, látszott az, hogy akart a csapat, és tényleg nem egyénieskedés, mert meg Portugálon ott van Ronaldo, Nani, világsztárok, nem tudtak kiteljesülni egy csapat ellen, a csapatként játszottunk. És mit vársz a belgáktól? Ugye tele vannak ugyanúgy világsztárral, és hát ráadásul kicsit hasonlóan lebecsülnek talán minket, mint ahogy a portugálok is tették. Hát igazából az a baj a belgákkal, az első meccset néztem, nem tudtak csapatként játszani, annak ellenére, hogy nagyon sok világsztárral ott nem tudták érvényesíteni magukat, amit akarnak. Az olaszok sokkal jobban játszottak azon a meccsen. Hát szerintem egy döntetlen benne van most ebben, nagyon erősen. Személy szerint miért érezted fontosnak, hogy nem otthon tévé előtt nézett, hanem kivetítőn, Fonyódon? Hát igazából a hangulat miatt, mert azért teljesen más itt kint egy nagy kivetítőn közön, hát barátokkal itt lenni, mint egy tévé előtt ott benne ülni. Sziasztok! Gondolom követtétek eddig az Euró 2016-ot, vagyis az Európa bajnokságot. Hogy tetszik a magyar csapat szereplése? Eddig nagyon jók vagyunk. Szerintem többet hoztunk, mint amire vártunk. De azért titkon szerintem mindenki várta azt, hogy hát ha jól fogunk szerepelni, és tényleg ott vagyunk, küzdünk, megyünk. És én azt mondom most, ugye Belgiumban fogunk játszani, ugye nevesebb csapat, jobb csapat, de én azt mondom, hogy csapatként lehet, hogy jobbak leszünk, és nagyon fogunk szurkolni a Magyarországnak, és tényleg tegyük oda magunkat, mert azért jöttünk ide, hogy szurkoljunk, és tényleg oda tegyék magukat a fiúk. Az előző három mérkőzésen, mert a csoportban volt-e olyan, amelyiket valamiért kiemelnéd, vagy mondjuk a legjobban tetszett? Én szerintem mind a hármat ki lehet emelni. Most tényleg a portugál-magyar az a legemlékezetesebb volt szerintem. De az, hogy ahogy elkezdtük az Ausztria elleni meccset 0-2-vel, szerintem már azzal kiérdemelték a fiúk ott a pályán, hogy szurkoljunk nekik végig. És tényleg az mindent vitt az első meccs. Nekem az volt a legemlékezetesebb egyébként. Mit vársz ma este? Legyen egy jó meccs, hajtsanak a fiúk. Én titkon egyébként azt remélem magamban, hogy lehet, hogy meglepjük a belgákat. Azt miért érezted fontosnak, hogy mondjuk nem otthon a tévé előtt, hanem kivetítőn a városban, a Vigadó téren nézed meg ezt a mérkőzést? Örülök neki, mert itt vagyunk kint a szabadba, minél többen összegyűlünk, és így együtt tudunk szurkolni Magyarországnak. Ez tényleg egy jó dolog, hogy itt együtt tényleg össze tudunk jönni, és nem otthon a tévé előtt vagyunk, hanem itt közösen mindenki együtt. Szerintem ez így nagyon jó. Te követted-e az Európa bajnokságot? Hát persze, ugyan tudtam, mindig jelen voltam az ilyen dolgokban. Egyrészt mert nagyon fiús lámok, és szeretem a meccset, meg a futballt is nézni. Hogy tetszett, amit eddig láttál? Hát igazából szerintem nagyon jó volt, nagyon büszkék lehetünk a magyarokra, mert tényleg ennyi év után kijutottunk meg, hogy ennyi sikert adtunk, ez már magában azt jelenti, hogy tényleg jók vagyunk. Mit vársz ma? Egyértelmű, hogy győzni fogunk. És te miért érzed fontosnak, hogy közösségben nézd a mérkőzést? Hát szerintem azért fontos, mert tényleg, mint ahogy az előző társul is mondta, hogy itt együtt összejövünk, mint magyarok, és szurkulunk, és tartsuk haza szeretetet bent a magyarokban. Óriási futballáz van az országban, nem is akármilyen, hiszen szenzációsan szerepel a magyar labdarúgó válogatott az Európa-bajnokságon. Mi a véleményed az eddigi szereplésről? Király, a legjobbak. Hát ilyet, ez a Strók vagy Stork, király, meg a Dárdai Pali, legjobb arc, királyok. Számítottál ilyen eredményekre előzetesen? Hát reménykedtem, hogy tovább jutunk, de hogy ekkora királyok lesznek, arra nem. Igazi királyok, tényleg. Oda rakják magukat, úgy fociznak, mint régen. Főmennek a pályára és élnek, halnak. Ők a legjobban. Melyik meccs tetszett a legjobban eddig? Az osztrák meccs. Az volt a legjobb, de amit az Izland ellen csináltak, az is jó volt. Az, hogy 70-30-ban volt nálunk a labda, Európa-bajnokságot érdemel. Mi fogjuk nyerni. Mire számítasz a belgáknak, hogy nyilván továbbjutást? Persze, 3-1-re nyerünk. Miért érzed fontosnak, hogy közösségben nézd a mérkőzést? Tehát honnan jöttetek most ide? Most mi Budapestről is nyaralunk, és itt tudtuk, hogy lesz kivetítő, ezért ide jöttünk. Hát mi együtt kell szurkolni. Együtt kell örülni az eredményen, együtt kell sírni, mindent együtt kell csinálni. Végre összehoztál az országot, most élni kell vele. Tehát hajrá magyarok! Így van, hajrá magyarok! A bizakodó hangulatot azok is erősítették, akik a napokban tértek haza az EB helyszínéről Franciaországból. Várakozásaik mellett élményeikről is szívesen meséltek. Obama együtt kicsukkolhattuk a magyar válogatottnak, az hatalmas élmény, és együtt tombolni a többi szurkolóval együtt, hát
egymással ilyen együtt. Ilyen hihetetlen, tehát néha elérzéken nyújt az ember. Viszont a góluknál főleg, tehát ez leírhatatlan. Mit vártok ettől a meccstől? Én abszolút azt mondom neked, hogy 2-2 lesz. Tehát én ezt is tippeltem, és tovább fogunk jutni, vagy hosszabbításban, vagy 11-esekkel. Elég masszív és ütőképes csapata van Belgiumnak, de hál' Isten a milyen kis egyre jobb. A kinti meccsiken, amiken kint voltunk és helyszínen szurkoltunk, úgy ott be lehet látni az egész pályát, nem csak azt, amit a kamera ad, és nagyon egyben mozog a csapat. Nagyon jók vagyunk, és hála Isten játszunk nyílsasokosan. Hát a portugálok ellen is felmertük vállalni azt, hogy támadunk, és nem csak védekeztünk. Abszolút jó válogatottunk van, és büszkék lehetünk rá, hogy ilyen csapatnak szurkolhatunk, és ilyen csapat képviseli hazánkat. Ezt a büszkeséget érezte mindenki a magyar himnusz alatt is, amelynek közös eléneklése után szinte felrobbant a Vigadó tér. A mérkőzés 90 perce alatt végig kiváló hangulat uralkodott. Szurkoltak, tapsoltak az emberek, és az eredménytől függetlenül is mindenki úgy tért haza, valami nagy dolog történt velünk, magyarokkal az elmúlt két hétben. Mi is csak annyit mondhatunk, köszönjük!